Jó napot kívánok! Itt az ígért csatorna horgászat. Először is liftes Zolinak kívánunk boldog születésnapot. Ezt meg akartam. Itt a hölgy horgászik, már kapása is van. Mutatta, hogy nem kapás. Felszerelés. Édesanyám horgászik. Azt mondja, szákot ki se nyitotta. Na jó van. Nem volt optimista. Na mindegy. Azt mondja, hogy TTX etetőanyag, mézes epres. És azt mondja, hogy annyi kis bogyó van benne, hogy az elég csalinak is. Úgyhogy női horgászt is láthatunk a csatornán, majd lesz még, hát elkapunk egy kapást. Liftes Zoli mondta, hogy ha csak szép képeket tudok mutatni, a fiatalember már félmeztele horgászik, 12 fok van, hát védőitallal horgászik a fiatalember, azt láttam. Nem baj az. Másik hozzászóló mondta, hogy lassan a fejemet ne forgassam gyorsan. Úgyhogy nyugodtan szóljatok hozzá, adjatok tanácsot. Úgy próbálunk helyezkedni, hogy az a piros az úszó. Napfényt is figyelembe vettem. Most megmozdult neki az úszója. Folyik a millér, és mikor megmozdul, akkor már... Nem csak, hogy könnyebben észreveszi, hanem valószínűleg ott a hal is. Majd lesz hal, ez csak egy ilyen bevezető videó. Nem is olyan egyszerű ám 10 percet végigbeszélni érdekesen. Úgyhogy hát, ha pont elviszi neki a... Ez csak ilyen bevezető, gyakorló videó. A hölgy kényelmesen ül. Horgászszék. Hát ahogy kell. Tiszai horgász a hölgy. Tehát azért spitzel horgászik, nem kapás jelzőzik, tiszai horgász, de hát a pontja ezt bebuktatja, így is, úgy is. Hát vannak persze finomabb kapásos időszakok, de mindjárt hátrébb állunk már. Itt látszik, hogy az az 1.20-as víz van itt a szélén. 5 méteres vagy 4 méteres az a bot? 4. Én meg itt dumálok, aztán csendben van. Na, meg lett ott etetve jobb oldalt egy kicsit? Bólogat, hát valószínűleg igen. Hát nem sokat beszél, de tapasztalatból mondhatom, hogyha kinyitja a száját, akkor én befogom, az tuti, tehát. Na, mindegy. Már itt történt meg a pontyfogás, amit az előző videóban van, amit mutattam, hogy hogyan pucolom. Hát gyakorlatilag csak kiugrottam, mert nekem minden nincs engedélyem, itt a kis kosárka, minden itt van. Úgyhogy kiugrottam csinálni egy filmet Liftes Zolinak, meg vagy 3 napja ígérgetem azt hittem már emeli ki a... Nem, de... Jó nagy a felület, úgy látom, sok D-vitamint be tud venni az úr, úgyhogy, na mindegy, ez volt a humor helye, majd lesz későbbiek folyamán egy operatőr, aki esetleg kérdez is, és akkor folyamatosabban tudok beszélni, mert úgy vettem észre, hogy csak a hülyeségre van itt igény, nem feltétlenül a tökéletes horgászatra, úgyhogy gyakorlatilag a hölgy az még nem nyitotta ki a szákot, de majd a következő videót, mert megpróbálunk fölvenni kapást is. Hát az lenne a legjobb, hogyha most lenne kapás, akár csak egy törpe is. Ha szóljon már nekik, hölgyem, hogy nem úgy, mint a horgász a pácba. Ne dübögjön. Úgyhogy szépen itt el lehet itt a nádas mellett. Szúnyog még ugye nincs. Úgyhogy el lehet itt egerészni. Mutasson már rá a hódvára, hogy ott a hódvár. Meg is nézzük. Közelebbről. Itt lakik a kis hód. Hát a hölgy az szokott vele beszélgetni. Tud hódul, az biztos. Úgyhogy hát gyakorlatilag még várunk egy kicsit, mutatunk egy kis tájat, itt végig jó, befele. Hát itt, amikor azért esik, látszik, hogy sár van, tehát érdemes az elején megállni. Ott is van bent sporttárs. Úgyhogy az lenne a jó, hogyha a hölgy most fogna egy szép pontyot. 11.49-es videót mindig mondjátok, hogy hosszabb videó, hát aztán a hosszúakat meg nem nézik, a kis rövid akció videókat megnézik.
Tamás, kettő sporttárs van, úgyhogy a hölgy biztonságban van, vigyázzak rá. Hölgy, kapás! Na, már felakasztatta a giliszta, lógós, csingős. Tehát 1,20 körül van a vízmélység. Szépen letett, fenékre letett horoggal. Hát itt így szokták. Aztán persze, hogyha jönne egy 4-5 kilós ponty, úgy megszaggatná a hölgyet, mint a húzat, de nem baj, ez benne van a pakliba. Úgyhogy gyakorlatilag sporthorgász, mert a nagyok azok megszakítják. Tehát gyakorlatilag sporthorgász a hölgy. Úgyhogy. Hát már fogott egy pontyot. Buktatós volt a kapás, a bólogasson? Nem, csak pilinckázós. Felengedős? Nem beszél a hölgy, nem beszél. Nem baj, nem baj. Profi horgász, profi horgász. Most az lenne a jó, hogyha nem tudom, majd én is majd nézem, hogy mennyire látszik ez a piros úszó, de majd lehet, hogy ráhúzok egy parafadugót az úszóra, hogy jobban látszódjon, mert van itt olyan videó, ahol az a zsuga, hogy viszi oldalra az úszót, tehát gyakorlatilag én azért kezdtem el videózni, mert láttam, hogy ez a videó hogy megy. Na mondom, hát ilyet én is tudok. Van egy-két youtuber, akinek próbálok segíteni, nézzétek őket is esetleg. Horgász youtuberekről van szó, fiatal emberek. Hát remélem, hogy az én hatásomra kezdték el a filmezést. Repülő az megy, hát ott gyakorlatilag ott szembe, na már lőnek is. Itt van a millérhalastó, itt riogatják a helikopter, minden van, tiszta akcióvideó, G.I. Joe. Na úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag itt a millérhalastónál nagyon egyszerű a dolog, mert csak hopp, kapás, várja meg, békbe kapja. Most már várja meg, ha törpe, akkor is inkább nyelje le, majd kiszedem a horgot. Legugolunk. Pecegteti neki. Na? Na? Megvan? Megvan. Jó van. Mi az? Törpincs vagy kárász? Ajjaj, nagy törpe. Na hát ekkora törpe, de majd én, majd tegye vissza, majd utána levesz, vagy várjon majd. Itt erről eljövök. Nem egyezett bele a hölgy, hogy hát ez ilyen gyönyörű törpe, hát legszívesebben beleharapna az ember, most már halat is tudtam mutatni. Hát ez a 15 dekás törpe, jó lenyelte, majd a horog kiszedővel kiszedi a hölgy, úgyhogy addig is visszadobtam neki, beetettem. Na, úgyhogy a hölgy már meg is fogta. Hát persze, ugye nem szabad visszadobni, tehát, de ez a tájidegen anyatörpe, hát nincs nála orra kiszedő, otthon felejtette, de egy bottal megpróbálja kipiszkálni, nem mutatom közelről, mert majd lehet, hogy az lesz a már bele is, az lesz a videó címe, hogy véres játék. Ha megnézzük a videó, hogy áll, már akció is van, nagyon jó és szép is, tehát gyakorlatilag ha ilyen törpeharcsából azért megfog egy 10-12-t az ember, akkor az bizony fejedelmi lakoma. Na, nem mutatjuk, ahogy a hölgy kiveszi a horgot. Hát, nagyon örülök neki, addig elmegyünk. Kicsit csendben maradok, mert csipognak is már a madarak. Ott gyakorlatilag az a nyiladék is jó ám. Gyakorlatilag szántóföld. Sikerült? Dobja már, csak fogja már egy kicsit, hölgyem egy kicsit. Ma mindjárt ráközelítünk. Hát ez a 20 dekás törpeharcsa, gyönyörű sárga. Úgyhogy ennyi. Na, jó van, örvendek neki, meg rendelésre jönnek neki a halak, dobogott kettőt, az jött is neki a törpe. Megeteti a hódot. Úgy döntött. Na, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy akciót is sikerült mutatni. És hát ugye nincs túl bonyolítva a felszerelés, emelje föl, hölgyem egy kicsit. Egy etetőkosár mellé lógatva a horog, aztán kakuk. Az etetőanyagot én gyúrtam, mert én gyúrtam. Horognak is annyi? Majd köt másikat.
Na, szóval már egy akció videó meg is van. Jó, megnézzük, mi a helyzet. Azért 10 percet csak el tudtam itt beszélni a semmiről, úgyhogy további szép napot kívánok mindenkinek. GoPro Stop Recording.